Az igazgatótanács Krisztalina Georgievát választotta az IMF vezérigazgatójának a 2024. október 1-én kezdődő második ötéves ciklusra. Az IMF igazgatótanácsának döntése konszenzussal született, derül ki a szervezet péntek esti közleményéből. A Nemzetközi Valuta Alap igazgatótanácsa a 2024. március 13-án meghatározott kiválasztási folyamatnak megfelelően a döntés meghozatala előtt több megbeszélést folytatott, többek között Georgieva asszonnyal, az egyetlen jelölttel. Az igazgatótanács üdvözölte, hogy a vezérigazgató továbbra is a makrogazdasági és pénzügyi stabilitás kérdéseire helyezi a hangsúlyt, ugyanakkor biztosítja, hogy a valuta alap továbbra is alkalmazkodjon és fejlődjön, valamint megfeleljen a teljes tagság igényeinek.